tudományos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor csakodd a zöldeket és nyújt a Parallaxisba! Üdvözlünk a Parallaxis univerzumban! Visszatértek a szellemítók, hiába tiltották a bírók, menekül a tömeg, mert árad a nyálka, a szellem vasútnak zöld a lámpa, befut a moziba, az ember csak bámul, január 18-ától. Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD média bemutatja. és fantasztikus a a Parallaxis univerzumban. Ez itt a White az MD Media filmes kibeszélője. Sok-sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Vágyszem 8. része a mikrofonnál Horváth Ádám Tamás. Decemberi adásunkban a Szelemírtok első, második és az Örökség című harmadik részéről fogunk beszélgetni. Ezúttal Kassa Magdival. Szia Magdi! Sziasztok! És Faragó szia Dév! Sziasztok! Na, vajatok szintit a műsor előtti, hisztek-e a szellemekben? Jól kezdődik az adás. Igen. Hát, és hogyha azt mondom, hogy nem hiszek is, akkor éjjel meg itt a penyiket. Üzenem a lakásban élő szellemeknek, hogy hiszek bennük. És kihez fordulhatnál ilyen esetben, Magdi? Csak is a szellemirtókhoz próbáljátok elviccelni, de mindenképpen szeretnék egy komoly, komoly választ kicsikarni tőletek erre a kérdésre, hiszen ugye mi most egy olyan filmről beszélgetünk, filmsorozatról tulajdonképpen, amiben nagyon fontos a szellemvilág szerepe. Nyilván ez egy végjáték, és nyilván a helyén kell kezelni, ez nem egy tudományos, fantasztikus kibeszélő, mint a parallaxisban, de hát mégis azért a néző, vagy a hallgató, az jó, ha tudja, hogy milyen prekoncepciók mentén beszélgetünk erről a témáról, de akkor segítek, én bevallom, én úgy gondolom, hogy biztos, hogy valami van. Abban nem feltétlenül hiszek, hogy most itt materializálódik nekem egy szellem, vagy lever a polcról valamit, ilyen még nem történt velem, hál' Istennek, bár valószínűleg szívrohamot kaptam volna és meghaltam volna, de úgy gondolom, hogy, hogy valami van, az az energia, ami bennünk van, ami lelkünk, ha úgy jobban tetszik, az annak kerülnie kell valahova, hívjuk ezt szellemvilágnak, túlvilágnak, vagy bármi másnak. Jó, hát egyedül is csinálhatom az adást, tehát... <laughs> Nem, hát nehéz ebbe így beleszólni, mert... Féltek coming out -olni? Úgy érzitek, hogyha kimondjátok, kimondjátok, hogy ö, úgy gondoljátok, hogy hisztek benne, vagy, vagy nem hisztek benne, akkor azzal katujába kerültek? Hát ö, ez azért nem, nem, egy olyan mindennapos téma, hogy az ember így beszélgessen róla a közérbe, hogy hát ugye, maga is hisz a szellemekbe, hát persze. Nem az azért van, ami kicsit ilyen, meg hogy hisze benne. Tehát azt kérdezik, nem azt kérdezik meg tőled, hogy vannak-e szellemek, hanem azt mondják, hogy hisze le bennük. Hisze le az unikornisokban és a tündérekben. Hát nekem most, ahogy a, a filmek bemutatják, és hát óriási kedvencekről beszélünk, és nekem azért itt a, nekem én ezeket a filmeket mindig valahogy ilyen kvázi science fictionként fogom fel, mert ugye itt, 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 doktorokról beszélünk, dr. Peter Wenkman, tehát ő neki nem is tudom hány diplomája van, parapszichológia, pszichológia és a többi is. Tehát gyakorlatilag valamilyen szinten tudományos oldalról közelítik meg a természet fölött és ez egy nagyon jó megközelítési mód. Ez még a Star -be is belefér, nem is beszélve egy csomó más filmes franchise, most múmia és a többi ilyen, ennekre lehet gondolni, amiből aztán végül is nem lett franchise, de ez a megközelítés tetszik nekem. Tehát itt itt ö, mérhető adatok vannak, tárolhatók a szellemek, tehát ö, itt elektromos, elektronikus kütyük kellnek ahhoz, hogy hogy felfogjuk őket, elkapjuk, tároljuk, megsemmisítsük, és ilyen alapon, ö, teljesen hihető. Tehát ilyen film után tényleg elgondolkozol, hogy úristen, mi lenne, ha, és te mit csinálnál, és milyen jó lenne, ha tényleg lenne, akinek hinne. -e most én is kikerültem, lehet a választ, de de ilyen szinten, valamilyen szinten még az ember szívesen el is gondolja, hogy, 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 hogy mi van, ha igen, és akkor viszont tudományos alapon meg lehet -e közelíteni. De a szellemirtókban ott ilyen. Kasperszerű szellemek vannak, ö, nem, nem a démonok között inhumánus lényei, olyan kísértetek, akik inkább csak bosszantóak, nem? Tehát, hogy nem öltek meg senkit a szellemírtók egy, kettő, három során. Ja, összenyák ez az áldozatot. De ne nyalja ilyen ektoplazmával. Ugye ezek felszaporodó jelenségek, tehát valami jó, hogy, hogy ugye, ugye a másik filmből a nyálka nagyon tetszik annak a, hogy az érzelmi ráhatás, meg hogy ő rá is lehet érzelmileg hatni, tehát majd megölik egymást, amikor kimásznak a csatornából illetőleg a nyálka segítségével lehet megmozgatni a szabadságszobrot. Az első filmben meg, hogy miért pont most szaporodnak fel ezek a természetfeletti jelenségek? Valami a mi világunkba be akar hatolni valami, valami természetfőtt, és, és tényleg ebbe belegondolni, hogy igen, ha mi világunkon beléphetnek ilyen, ilyen jelenségek, és de ott van a könyvtárosnő, tehát a legelején a, tehát a, egy olyan jó felütés a filmnek, egy teljesen egyszerű hétköznapi, még csendre is inti őket, és tehát teszi a dolgát, mintha csak örökké azt csinálta volna. Vagy ott van a szellemvonat, tehát gyakorlatilag a, ott vannak az elítélt bűnözők szellemei. Tehát ezek úgymond hétköznapi dolgok jelenedett meg, ott a taxisofőr ott van, és a többi. Tehát nem csak szörnyek vagy démonok jelennek meg, vagy akiken esetleg még nevetünk is, hanem mondjuk, hogy embereknek a, a lelke vagy kísértete. a könyvtáros mindig ott dolgozik, mintha egy év volna az épület. Tehát ez is egy olyan része, ami, ami, sokkal megfoghatóbbá teszi. Az, hogy festményben lakozik egy, egy nagyon régi halhatatlaná válni akaró hadúrnak a, kísértete, vagy szelleme, és az démonként, nem tudom, babakocsikat emel a levegőbe, vagy kisbabákat rabol el, hogy újra megtestesüljön. Ez már azért egy következő szint. Tehát itt fázi ez a horror, de a horrorfilmeknél is egy olyan mesdjén mozogsz, hogy, hogy a hihetőség, tehát az a keskeny határ, ami, ami apján te belegondolsz, meg ami után te félsz a sötérben, hogy vagy nem mersz tükörben nézni, vagy nem mersz kinyitni egy, egy ajtót, vagy egy pincébe lemenni, mert uh, úristen, mi van, ha tényleg itt, és, és, mi van, ha tényleg? Tehát itt ez, a, ez az apró kis, kis határ, amit, amit az ember a természet természetfőttiben most lehet, hogy te azt vallásosan éled meg, tehát te egy hívő ember vagy, és úgy hiszel a földön túli világban, vagy te úgymond azzal a, mondjuk úgy, hogy parapszichológiai, vagy akár ezeterikus megközelítéssel, akkor is vágysz egy olyan rajtunk kívül létező, fel nem foghatatlan, de valamiképpen mégiscsak olyan világra, amivel kapcsolatba léphetsz. Tehát ez ez, ez egy ilyen megfoghatatlan, lehet így végjátékként jó, hogy megközelítve egy kicsit könnyedebb róla beszélni, mintha ez egy kemény horror lett volna. Én gondolkodtam, hogy nekem milyen filmek vannak a szemekkel kapcsolatban, amik így nagyon tetszettek, és például nagyon ö, érdekes film volt, mondjuk a Más Világ, a Nicole kidman film, nem tudom, emlékeztek oh, erre. Ez jó régi film, de... Igen. De, de, de. de. az se volt egy könnyű igen. film, tehát ha nem, 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 a... ezek nem ez nem végéjáték nyilván. Abszolút uh, nem. De viszont nem is horror, hanem hanem egy ilyen érdekes... Egy, 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 egy nézhető nekem, meg az rip a szellemzsaruk hatalmasabb tudom, de abban, abban is volt úgy igazából egy megható oldala ennek uh -huh. az egésznek. Nyilván az egy akció film vagy az is egyfajta vígjáték volt. A koncepcióban egyébként nem, nem egy rossz ötlet. Meg a hatodik érzék, de hát az ez tipikus, ezt úgy mindenki tudja, majd legalábbis gondolom, most már mindenki tudja, még a spoiler, nem is tudjuk ezt se. Meg nekem tetszett, én nagyon sokáig néztem a számekkel suttogó sorozatot, ami egyébként szerintem tök jól indult nekem, aztán így a végére az is így, hát mint ahogy a hosszan futó sorozatok általában így kicsit így ellaposodott, de az eleje nagyon jó volt, nagyon jó volt a koncepció, és, és pár évadon keresztül nagyon jó volt. Túl sok lett neked Melinda áldása. Igen, igen. Meg ott már ilyen mindenféle ilyen alvilági, nem tudom, miket hoztak be, és akkor már egy kicsit sok volt. De az alapkoncepció, hogy ő segít a szellemeknek átkelni a, a fénybe, meg, meg, segíteni nekik azt, hogy, hogy földolgozzanak dolgokat, ami, amik itt maradtak még. Az egy kicsit a hatodik érzékre is hasonlít különben az nekem úgy tetszett, az úgy érdekes volt, hogy meg hogy ugye a szellemek úgy jelentek meg mindig, hogy ilyen ijesztően, vagy legalábbis a többségük, és aztán szépen, ahogy így a Melinda így felvette velük a kapcsolatot, kiderült, hogy nem is ijesztőek annyira, hanem mindig problémájuk van, vagy ilyesmi, igen. A Star emlékeztek, hogy volt ott is egy szellemes rész? Igen. A Ronin, ahol Dr. Crusher szeretett bele egy szellembe, vagy viszont de azt hiszem, ezt lehet, hogy Ádám ki fogja vágni. <laughs> feje, feje nem, megy, megy, nem. nem egy népszerű epizód egyébként, tehát maga az alapkoncepció. Maga a karakter sem egy népszerű karakter szerintem. Bár számomra az egyik legjobb ö, TNG rész, az pont amúgy a, a Beverly crusher meg Gates Feddenhez, köthető, amikor valahogy úgy egyedül marad az Enterprise-on. De volt egy olyan rész is, amikor azt hiszik, hogy meghalt a Ró meg a Jordi, és olyanok, mint a százanként mászkálnának, mert ők tehát se tudják igazán. Igen, ez a fázison kívüliség, akkor a fázison kívüliség, az tulajdonképpen a szellemvilág, mondhatjuk. Hát igen, olyan, mint egy másik dimenzió, vagy ilyesmi. De ahol ők is érzékelnek minket, mi is, mi meg hát részben érzékeljük őket, vagy például emlékeztek a Ghost filmre, hogy ott is, hogy a szellemé válik a srác, mondjuk meghal, és nem tud kapcsolatba lépni a barátnőjével, míg nem találkozik egy olyan szellemmel, aki, megtanítja neki, hogy hogy kell fizikailag kapcsolódni, vagy hogy kell mondjuk kitörni egy ablakot, vagy akármit. Tehát, hogy valami fizikai kontaktusba lépni egy tárgyal mert addig csak átmegy mindenen. És hát a fizikai kontaktus, visszautalva arra, amit Dév még mondott, a tudományos megközelítéstől már, ami a szellemírtók filmeket illeti, hát ott is ugye szükség van a kontaktus teremtéshez, ugye a, a, fegyverre, a pozitron fegyverre, hogy ugye elkapják őket, és aztán ugye csapdába bezárják, és utána a házi készítésű tárolójuk fogja, legyen a kis rém, szellemírtók, filmek, nagyon működtek az első és a második rész, akár itt Magyarországon is, hiszen én is még moziban láttam az első részt, természetesen még annyira kicsi voltam, hogy anyujék, amikor a gózer megjelent, akkor eltakarták a szememet, nem nézhettem oda. Szerintetek mi az, amiért igazán működött ez a sztori? Hát szerintem, szerintem a karakterek nagyon jók, tehát a három srácnak különböző karakterei vannak, és nagyon jól be van mutatva. Hát tipikus karakterek azért, tehát kicsit olyan, mint, mint, mint most így valamiért vagy eszembe jutott, hogy mint a Madagaszkár pingvinjeiből, hogy a pingvineknek megvan a maguk karaktere, hogy de lehet egyébként még akár benne is van, de ennek ugyanaz a hangja, mint az egyik pingvinnek magyarul. De mindegy, de hogy, tehát, hogy érted, hogy ilyen, ilyen karakterek vannak, és, és az, az mindig jó, amikor így jól meg van fogva egy ilyen szereplő. Egyrészt, másrészt ilyen jó fejek, tehát hogy szívesen csatlakozná hozzájuk, mert viccesek, meg ilyesmi, bár kicsit őrültek, de a Bill Murray-nek például van ez a Aj, nem érdekesen, jaj, ezek a hülyék is, és, a, és, azokon nevetsz, hogy például amikor így bemennek a, az első jeleneteknél, amikor a könyvtárba mennek be, és ez a másik kettő, hogy be van izgulva, hát egy úristen, itt egy szellem, meg nem tudom és így, ó, és úgy mennek le a könyvtárba, és ő meg így szaplott le a lépcsőn, és így forgatja a szemét, és ez nem annyira vicces eleve, hogy jó, persze, majd egy szellemi. <laughs> okay. És közben ő is kutató, és elvileg erre van, meg, a, meg amikor ott csinálja azokat a, a kísérleteket a kártyákkal, és akkor így a szép nőknek jutalmat ad, a pasikat meg megbünteti, és körülbelül ennyi az összes koncepció benne. Tehát ilyen nagyon jó karaktert ad ennek az egésznek is. Hát nem is tudom, mikor forgatták a jó barátokat, de hogy a jó barátok könyvet olvastam, és az utolsó fejezete, a, ugye az egész könyv így a epizódok sorokat veszi egy egyes éves sorra, hogy hogyan forgattak, és akkor az utolsó fejezet az kb. arról szól, hogy elnézést kérnek az alkotók, mert ugye a mai ö, szemszögből nézve nem felel meg a, az ilyen PC szempontoknak, hogy, hogy ö, a poénok meg minden, de szerintem az akkoriban valahogy ez nem is volt ez kérdés, de a szellemírtokban szerintem nincs semmi ilyesmi, vele nem, nem, nem emlékszem egy ilyen poénra se. Szerintetek, ha most készülne a szellemírtók, és ugyanilyen lenne, mint az első két rész, akkor, akkor siker tudna lenni? Ezekkel a szereplőkkel, ezekkel a sztorikkal ugyanez tulajdonképpen megcsinálva? Vagy ez jó időben volt jó helyen? az a film. Mert szerintem, nem. én szerintem ez nagyon az akkori kornak az ízlése, meg világa. Most azt mondjuk, hogy ó, de nem, mert hát ez, ez, időtálló. Persze, mert szeretjük, mert, mert azóta is láttuk egy párszor, és, és így lesz időtálló, hogy szeretjük nézni, mint a Jövő, vagy nem tudom. Tehát azok a filmek, amiket újra, meg újra, meg újra megnézel, az, az ilyen időtálló marad. Nem is azért, hogy mondjuk a technikában, mert nyilván sokkal jobbakat tudnának most már digitálisan csinálni a szemekből, de inkább van egy ilyen, ilyen... Nem a ritmusa? Az is, most már sokkal dinamikusabbak a filmek, meg van egy olyan ilyen optimista életérzés benne, ami egyébként a mai filmekben nincs. Nem tudom, mennyire vettétek észre, de szinte mindegyik ilyen, Cini, cinizmus van a filmekben mostanában maximum. Tehát hogy hát most a igen. Ha az összes science fiction megnézed, akkor egyszerűen nem találsz olyat. Jó, persze, sokszor jó a, a kimenetele, tehát ugye ezt egy időben arra fogtuk, hogy 2000-es években elkezdtek masszívan CGI-t használni, és az, az viszont nem volt még annyira időtálló, és akkor akkor nem volt például ilyen rebootokat, vagy folytásokat érdemes, tehát amit akkor készítettek úgymond folytatásként, akkor éreztük, hogy már nem a régi, de nem is ö, időtálló. Itt ugye nagy szerencsé, hogy öt évvel később tudott készülni egy film, és az épp ahogy belefért még a 80-as éveben, 84-89 nálunk, meg azt hiszem 89-90 biztos, hogy a másik részt én is moziban láttam, a kis falusi moziban, és hát ö, most elkezdhetném mondani, hogy milyen, amikor ugye a, ilyen kocka buszok, meg trabantok közül besétálsz egy moziba, és New York ö, ott van előtte színes és széles vásznon, és tényleg az a, az a, New York, ami, ami irán tényleg a, a hatalmas nagyváros, a régi bérházak, nem az, hogy minden felhőkarcoló ugyanúgy néz ki, tehát ott van ö, a Déna, ahol lakik, az egy klasszikusan az a nagyon régi, régi tervezési, hogy ki is derül, ö, bérház, ott a portás előtte, tehát az is az már egy talán egy New Yorkinak is nosztalgia. Hányan laknak még olyan, olyan helyeken. Akkor a könyvtár az egyetemnek a kampusza ott vagy, tehát a hotel, a bíróság, tehát mind nagy tereken játszódik, kint, kint a szabad téren van forgatás, tehát New York utcáin sétálnak a szereplőink, vagy vannak tömegjelenetek, amiket ott, ott, is vettek fel a múzeum, tehát, tehát ezt a, most mondhatnám, egy kis túlzással, hogy ilyen monumentális, tehát akkoriban megadták a módját, ha, tehát nem érezted azt, hogy a szereplők tényleg zöldvászon előtt szaladgálnak, és csak oda képzeljük, pedig akár itt is mondhatjuk, hogy azért sok olyan helyszín van, amit. Tehát azért ott megmozgatni embereket azért nem egyszerűen ilyen utcákon is. Tényleg a nosztalgia egyszerre van jelen, az, hogy persze az eszképizmus, hogy Magyarországra is persze eljött az, hogy tehát olyan lett. A, a, városok, mint az akkori New York, hogy rengeteg lehetőséged van bevásárolni, itt is tehát megjelentek azok a márkák, tehát, tíz évvel később, Csak de, nem, de nem, a, nem arra vágysz, te konkrétan arra a helyszíre vágysz, ahova oda vannak téve jól működően a szereplők, a jól működő jelletekben. Tehát az összes jelnetnek a, a forgatókönyve, az teljesen tökéletesen működik hosszúságban, dinamikában, párbeszédekben, és ezt egy mai film, mai elvárásokkal nem tudja teljesíteni, hogy ezt hozza vissza ezt az érzést. Amikor az első részben elmegy Peter Déna lakására, miután ugye Déna elmegy a szellemírtók hivatalba, hogy bejelentést tegyen a Poltergeistről és Zulról, akkor a hűtőszekrényében, akkor ugye mikor Peter odaér, ugye kinyitja a hűtőszekrényt, emlékszünk a jelenetre, ott van egy kis viccelődés, hogy ezt maga mind meg tudja enni, és ugye sok Coca-Cola reklám között kivesz egy ilyen vákumcsomagolt felvágottat, szalámit, valami párizsit, teljesen mindegy, évekre voltunk még ekkor, mi itt Magyarországon, ettől a fajta csomagolás fajtától, tehát annak idején a, lementél jó esetben már később pár évvel a plusz diszkontba, és akkor ott a hentes pultnál gépsonkát tudtál venni, de hogy ezek a vákumcsomagolt dolgok még hosszú-hosszú még évekig várattak magára, és ez az, amit egyébként amit egyébként te is pedzegettél, úgy érzem. De valóban látszik, hogy, hogy nem zöld hátteres jelenetek vannak, ott vagyunk, New Yorkba vagyunk, én nem, tudok, nem tudom, de én úgy gondolom, hogy ott is forgatták helyben, nem egy másik város játszott a New Yorkot, Szóval kézzelfoghatóvá válik, ugyanígy, ugyanúgy a stop motion az első két részben, mint a kornagy technológiája, vizuális technológiája azért ennyi szólva jelen van az állatok, a két, hát nem tudom, démoni kutya szerepében például, csodálatos a mozgásuk. Ott van azért a közeliken a bábú, amikor Gozer megsimogatja, az egyik ilyen pokolkutyáját akkor akkor hozzáért, tényleg hozzáér azért ezek ezek sokszor adnak hozzá mindegy, hogy ma napság mennyire élethű és tökéletes VFX-eket tudnak létrehozni az alkotók azért mégis az igazi a kézzel fogható azon azért mégis mindig egy kicsit, kicsit ott van, hogy, hogy igen, ezt ott, ott meg lehet meg lehet érinteni. Hát, eh, most eszembe jutott erről, nem teljesen a szelmírtókhoz kapcsolódni, csak mondtad ezt a vákumcsomagot, felvágottat, hogy én annyira faluban nőttem föl, hogy volt egy batman Spencer film, amiben ugye a pisztácia fagyit emlegetik, az, az a központi vicc. Különben. fagyi nem létezett, amikor ez a film ment, és hát mi a tesómmal mozis gyerekek voltunk, mert az apukám mozi mi ez? Bozi gépész. Segíthetek. Gépész, bocsánat, köszönöm, gépész volt, és, és hát mi állandóan moziba szóval bementünk a helyi cukrászdába, ahol volt vadília, meg csokoládé, kb. Tehát ünnepnapokon talán puncs. <laughs> De nem is lehetett volna Ennyi volt. mert a pisztácia elfogyott. Csokoládé meg nem is hát volt. Mi bellénk bújt a kis ördög, és gondoltuk, hogy megvicceljük a cukrászdást, és kértünk pisztáciát. És gondoltuk, hogy pisztácia szeretnénk. Ránk nézett a pultos lány, és azt mondta, pisztrángos vagy nincs is. <laughs> Ez volt. <laughs> Mi egy ezen nevettünk. Pisztrángos vagy én, én nincs is. <laughs> Szóval ennyire voltunk még távol, még, még a Bud Spencer filmektől, és pedig azért az még közelebb is volt, mint a, mint a szellemírtók. Van -e egy Dr. House epizód, amiben a Dr. House éppen egy valami iskolában jár, ahol nyilván megint valami felfordulást csinált, és közben egy betegének a sztoriát meséli el ott a gyerekeknek. Ez egy ilyen általános iskola, vagy egy ilyen, tehát ez egy ilyen felső tagozat, nagyobbak már a gyerekek, de még azért nem gimnazisták, és elkezd idézgetni, úgy akarja lekoptatni a gyerekeket, hogy elkezd idézgetni filmekből, és idézi azt a, Első részben, amikor a déna ugye há két másfél méterrel a paplan fölött talszik a mellett, vicsorog, stb. És ugye Dr. house az eredeti magyar hangja szakácsi Sándor volt, ugye haláláig, aki ugye később kulka János vette át a szerepét, és e itt már kulka János szinkronizálta e a Hulórit, viszont ha Szakácsis Sándor még élt volna, akkor elmondhatta volna ugyanazt a mondatot, amit elmondott it's Peter Venkman, Bill Murray magyar hangjaként a szellemírtókban. Ez nyilván csak egy ilyen nagyon áttételes fanfag, de, de hát csodálatos. A popkultúránk része Tulajdonképpen, még ha nincs is annyira a középpontba tolva a szellemírtók, nagyon ritkán járok moziba, bár régebben Magdi azért el tudott csalni egy-két jobb és rosszabb filmre, de szerencsémre moziba tudtam megnézni premier környékén az Örökség című harmadik epizódot, ami hát egyszerűen egyszerre keltett bennem nagyon rossz érzést, és nagyon sok jó érzést. Nagyon jól működtek ö, számomra fanservice részei a filmnek, tényleg a zene, de végül is az alapfelvetést azt, azt nem tudtam megkedvelni, és ö, Azért mégiscsak bennem van, hogy nem egy újabb Stranger things et szeretnék nézni, hogy itt, itt igazából csak az Újaknak a bevonzása miatt volt, vagy érezte szükségesnek a stúdió, hogy egy ilyen koncepcióban gondolkodjon. Ezt én így gondolom, mint hogy, mint hogy a sztori szempontjából. Ami egyébként valójában viszonylag jól húzták rá, de hát azért valljuk be voltak felesleges szereplők, ha már Stranger Things, pont a Fibinek, a, az unokának a, a bátyja, egy teljesen felesleges karakter volt benne, én bár vicces volt és szórakoztatott a podcast Nick nevű kis srác benne, és sok, sok apró és jó poénnal hozzájárult egyébként a filmhez, mégsem éreztem azt, hogy egy, egy szellemirtókat nézek, hanem inkább egy ilyen Stranger Things-et, és sokat elmondta az egészről, hogy nemrég néztük újra a Super 8 című Steven Spielberg filmet, amiben úgy vannak gyerekek, hogy még az ilyen Stranger Things roham előtt vannak gyerekek, tehát hogy ott ez, egy, ott, ott ez tényleg tud működni. Itt egy kicsit ezt nagyon picit erőltetnek, érzem. Beszéljünk a harmadik részről. Nektek milyen ö, érzések voltak, amikor megnéztétek? Igen, biztos, hogy a, a fiataloknak a bevonzása volt a cél ezzel, mert nagyon népszerűek ugye a Stranger Things-es színészek, és miattuk is bemegy ö, akár egy most egy fiatal rajongó megnézni ezt a filmet, és valószínűleg egyébként jót kapott. Tehát kíváncsi lennék, hogy valaki, aki nem látta az első két részt, ő milyennek látja ezt a harmadikat, mert tényleg nagyon sok ö, utalás van az első két részre és az inkább a rajongóknak készült. Szóval igazán nem tudom, ki a célcsoportja ennek a filmnek. Inkább, én, én, inkább azt gondolom, hogy jobbára inkább a, a, régi nézőknek készült, mint, mint az újaknak. Nem tudom. Kíván. Tényleg, tényleg érdekes lenne megkérdezni valakit, aki nem látta, bár én nekem nincs olyan, mert még az unoka hugaim is látták a szállamírtók egy-kettőt, és gyerekkorukban nézték, is imádták. Szóval nálunk valahogy ez ilyen családi film volt, amit időnként megnéztünk, szóval nem, nincsen olyan, hogy nem tudták volna. Úgyhogy nekem így a, a, harmadik rész tetszett, és tényleg nagyon sok uh, ilyen megható jelenet van benne. Nyilván tudjuk, hogy meghalt már az egyik színész, ugye, aki a... a, a Igon, Igon, Igon volt, ugye, Harold Ramis. Akit azért, bocsánat, zárójában jegyezzük meg, hogy amúgy ő rendezte az Idétlen Időkig című filmet is. Tehát ő egyébként inkább rendezőként volt aktívabb, mint, mint színészként. Igen, és de egyébként én nekem például nem tudom miért, de megmaradt színészként, Én nagyon apró szerepe volt a sok hűhó semmiért, nem sok hűhó semmiért, butaságot mondok, a lesz ez még így sem, nem <laughs> miért most a sok hűhó, a lesz ez még így sem című filmben, hogy egy orvost játszik és uh, nem tudom, ab abban valahogy így megragadott. Az ő halálára egyébként jól felhúzták a, a sztorit, hogy őt deepfake technológiával jelenítik meg a film elején és a film végén, és ez meglehetősen ízlésesre, és amúgy nagyon jó minőségű sikeredett, ugye azt azért, aki esetleg nem látta a harmadik részt, de nem zavarják a spoilerek, azoknak elárulhatjuk, hogy nem szólal meg, tehát a hangja az sem az elején, sem a végén nincsen imitálva. És ez ez, ez, nagyon jó így. Ha a hozzánk hasonlóan neked is szenvedélyed a tudomány és a fantasztikus mély szívesen lépsz a Parallaxis univerzumba, arra kérünk, hogy legyél a támogatónk és segíts te is az ismeret terjesztést. Látogass el a patreon.com per Parallaxis címre, ahol a különleges tartalmak mellett már akár napokkal korábban hallgathatod a Parallaxis Podcast legújabb részét. patreon.com per Parallaxis Hát most együtt is megnéztem a három filmet, egyébként nagyon jól el lehet kapni tévében, például az első két filmet rendszeresen adják különböző kereskedelmi csatornák, és így úgy jelen van a, az otthonokban. Tehát én, nekem, tehát, ugye a pusztítóra kapcsolatban is ezt mondtuk, hogy hú, de sokszor van a tévében, és így megtartja, tehát nem öregszik a film. Mert állandóan nézett, tehát nincs az, hogy hú, de régen láttam már ezt a filmet, nézzük meg újra. Nekem a gömb volt ilyen, hogy most azt is ugye egy White szemben beszéltük és úgy uh, kiderült, hogy ugyanazt éreztük azzal kapcsolatban, hogy a film is, uh, tehát nem volt olyan jó újra nézve, uh, akár a mai szifis tudásunkkal, viszont a, a szellemírtó örökség, én abban a szempontból féltem mielőtt uh, kijött, hogy, uh, hogy tényleg lesz ez, ez, ez egy, uh, ezt meg lehet ezt nézni egy, egy után is. Igazából 89 hatalmas az időbeli távolság. Tehát itt azért, még a 91 3 ban csináltak volna egy harmadik részt, vagy akár 95 6, 7 tehát azért az a nagy CGI korszak előtt, a színészek se olyan öregek, még a setting még ugyanaz, akkor azt mondom, hogy na ott egy harmadik rész, lásd vissza a jövőben, 85 89-90 vagy alógy így, tehát a utolsó kettőt valahogy együtt forgatták, de, de érezzük, hogy ott már egy negyediket, egyébként ott teljességgel elzárkózik szerencsére az alkotóstáb is, hogy legyen egy negyedik. De itt valahogy annyira ízlésesen fogták meg tényleg, hogy a nosztalgiával együtt, igen, a Stranger Things hatás elkerülhetetlen, de jelen van mert fölnőtt egy olyan nemzedék, aki 70-es, 80-es évek, 90-es évek elején volt gyerek, fiatal gyerek, tínédzser, azok lettek most nagyjából nagyon aktív filmalkotók például, meg ö, akár aktív nézők, szülők, akik gyereket, úgymond akár családokat vietnek be. Tehát ebből a szempontból ö, nem baj ez a Stranger Things hatás. El fog ez múlni, mert most már jönnek a 90-es években játszódó ilyen-olyan filmek, ö, vagy lásd a Hát például a Super 8 az pont 70-es években játszódott, és baromi finoman vissz adni, nagyon jó casting a gyerekszereplőkkel, ö, azt a hangulatot, amit egy 70-es, 80-es években mondjuk igazi, egyébként ugye Spielberg a producer volt és Abrams rendezte. Hát, sokan mondják, hogy a legjobb J.J. Abrams film. tehát De itt még nagyon gyorsan, hogy ö, itt is nagyon jó a casting és a helyszín. Ugye Kanadában forgatták például a. a Igonnak a farmja, tehát gyakorlatilag az teljességgel egy stúdió a belső, a külső is, nem venni ezt például észre. Kisváros, lepukkant kisváros, tehát 2010-es években játszódik ez, de úgy ad elő egy helyszínt, meg szereplőket, meg ilyen attitűdöket, hogy tisztára lehozza a 80-as éveket. Tehát ez volt szerintem nehéz megcsinálni. Az, hogy az effektekkel te próbálsz szintén animatronikát csinálni, esetleg Fizikai effekteket használni ott, ahol lehet, a rengeteg régi eszköz. Tehát nem tabletekkel, kütyükkel operálunk és fogunk neki szellemeket hajszolni, hanem a, a Fibén keresztül, aki egyébként egymaga, mint egyedül igon unokája. Kicsit tényleg én is éreztem, hogy a Finn hát ugye a, 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 tehát a bátya, ugye a, nem is tudom, mi volt a karakterének a neve jó, ő indította be az autót. Hát ez az, hogy mi se tudjuk. Tehát, hogy ennyire kellett bele. Mert végig Nem volt szerepe. Meghat, az volt megható tényleg, hogy ő fölfedezi, tényleg Harold Ramis miatt, miatt természetesen, meg hogy ő fölfedezi egyáltalán nagyapja örökségét. És hogy jó, Youtube-on nézik azt, hogy a 84-ben mi történt az a New Yorki utcákon. Tehát ők már annyira el vannak távolodva attól, hogy igaz se volt, vagy, vagy egyáltalán nem is tudnak róla. És ezt egyébként teljesen reális, ha a mai világunkat megnézzük, mert manapság is egy olyan világot élünk, hogyha 1984-ben megmentette volna négy fickó a világot a pusztulástól, hát mára már. Eléggé elfelejtettük volna őket, és ugye ott a két film között is az eltelt el öt évben is, látjuk a második rész elején, hogy hát ugye gyakorlatilag ö, arra kényszerülnek a egykor nagy szellemírtók, hogy ö, ők ilyen ö, gyerekzsúrokon lépjenek föl, és táncikálnak, és énekeljenek. A és a saját zenéikre táncikálnak, az is egy nagyon. Egyébként, hogy azt mondtad, hogy ha négy fickó megmentette volna a világot, akkor már-már elfelejtettük volna őket, lehet, hogy elfelejtettük, nem? Ah. Kezeljük ezt is úgy, Hú, mint magam, egy kor dokumentumot. De még, de még visszautalva Dévre, ő emlegette ugye itt az új nemzedéket tulajdonképpen, ugye itt az örökség az, az egy eufenizmus a, a, az új nemzedékre szóra, szó szókaposra mert hogy pontosan erről van szó, hiszen még a filmet is Ivor Reitman fia, Jason Reitman rendezte, ami persze a promóciós kampányokban, ami hát Gyakorlatilag évekig tartott, hiszen a pandémia legnagyobb hullám a csúcsán tervezték ugye első körben korábban bemutatni, aztán bezártak a mozik, és várnunk kellett rá másfél évet. Itt a, a műsor előtt is beszélgettünk, hogy hát tulajdonképpen a főszereplő Fibi az mire a sajtókörutakra került a sor, hát már egy kész tinédzser ahhoz képest, föl se lehet ismerni, egyébként is önmagához képest az a haj, az a szemüveg, azért látszik, hogy egy kicsit Harold Rémiszesre volt véve a figura, én a Porrádnak a szerepével voltam először úgy, hogy úgy, úgy éreztem, hogy úgy, úgy nem kell bele, nem működik. És és aztán minél többször néztem újra, annál jobban éreztem, hogy működik. És működött is egyébként, csak én, én valahogy az azzal a színésszel, nekem mindig van egy ilyen prekoncepcióm, nem tudom miért. Tehát én először a jó barátokba láttam, ha már itt Magdi behozta, hogy ő volt a, a Fibinek, aki a férje később, azt hiszem hozzá is megy, ha jól emlékszem, és én nem, nem tudok egyszerűen elvonatkoztatni, de ha már Star Trek, a magyar változatban Széles Tamás a hangja, jól hallottam, ugye, aki a, az új Spock hanga a Kelvin filmekben Hát ez minden út a Trekhez vezet. Hát igen, ilyen, ha három Trek rajongó össze, beszélgetni. Na, mit szólnátok hozzá, ha beszélgetnénk arról a pár dologról, amit én ilyen kekecként így kiírtam, hogy, hogy ez nekem annyira nem feküdt, és hát, ha ti rá tudtok világítani, vagy meg tudjátok világítani már? Az más egyik spektusból? nem az autó. Az egyik az autó lesz, itt már évek óta mondogatom mindkettőtöknek tulajdonképpen, hogy nem pontosan értem, hogy mind az autón, az Ecto 1 mint a, ruhájukon, miért a szellemírtók egy logója van, ugye az a klasszikus logó, amit ismerünk, a második részben látott logó, ugye ez a kis V betűt formázza, mint a kettest, ugye az a kis szellemlény benne, de ugye itt a harmadik részben megint az első részben látott logót látjuk, ami egyrészt persze ez a film egyáltalán nem ezt tudomást a második részről. Sem ö, ö, említés ö, okán, sem semmilyen ö, ö, módon, tehát még csak oszkát se látjuk benne viszont. ami Nekem fáj, mert nekem a kedvencem a második rész, sajnos be kell, hogy valljam. Viszont ö, viszont nem tudom, hogy hogy került vissza az, az eredeti logó. A kocsi, kocsira, meg ott a ruhákra, tehát hogy hogy mit gondoltok, ez, ez egy ilyen olyan dolog, hogy jó van ez így? Mert nyilván nem lehetett azért a második, nem lett volna értelme a második rész logóját rárakni? Nem tudom, lehet, hogy úgy gondolták, hogy az népszerűbb az a logó, lehet, hogy ismertebb az első rész logója, mint a másodiké. Azért ez nem ö, szokványos, hogy két filmnek más, más jelképet adnak, vagy másik logót készítenek, ennél csináltak egy ilyet, de... Lehet, hogy ez, ez ennyi az összes koncepció, de ez tényleg érdekes, hogy, miért, a, hogy az eseményeit a filmnek miért. hát akkor itt hármat kellett volna mutatni, ugye a, a kis szellem. Vagy... Nem volt annyi újja. Jó, itt van a magyarázat. A film, film valóságában azért meg lehet magyarázni a dolgot, mert ugye ott a, a Denikrojd is elmondja a telefonon a Fibinek, hogy ugye tulajdonképp a második rész utáni történéseket foglalja össze azzal, hogy ugye el egyre kevesebb lett a szellem, egyre kevesebb lett a munkájuk, simán lehet, hogy ők egyébként is visszatértek az eredeti logóhoz, még mielőtt ezt kommentben megkapom, tehát azért meg lehet magyarázni a film valóságában. Na, jó, ezen a, ezen a logós dolgon ugorjunk tovább, és akkor nem is gyöterlek titeket, titeket vele. Ivo Sándor, Jake K. Simmons játsza, egy cameo erejéig, ugye ő egyrészt ott fekszik, mint, mint arra várva, hogy Gózer felé illetve hát fölé is éled, miután Gózer is föléled, és ott beszélgetnek, hát az mindegy, az szerintem egy ilyen ultragáz momentum volt, bár én magam J.K. Simmons nagyon kedvelem, úgyhogy azért annak mindenképpen örültem, hogy játszott ebbe a filmbe. Aztán elhangzik, ha már Ivo Sándor, hogy Ivo Sándor alapította a várost, ami nekem itt rögtön felmerült, hogy egy gózenimádó Ivo Sándor miért alapított volna egy Summerville nevű várost. Tehát, hogy miért Summerville? Miért Summerville? És miért Summerville? Nem tudom, miért. Mert Summerville. Köszönöm! Dév megfejtette. Mert, bocs, mert ugye suméristen gózer, és suméristenség, ezt azért tegyük hozzá. Tehát imádom ezeket folytattak. a magyar vonatkozásokat, most itt versen most csak úgy azért mondom, hogy amikor így feltűnik, és az a János is ugye a másik részben, és akkor úgy átkapcsolsz mondjuk angolra, azért János, így, Szigarni nagyon jók azok a jelenetek, tehát a, meg a fickótól kiráz a hideg. Egyáltalán nem is tudom, hogy a színész látható -e úgy más filmben, de hát ő, azért Mr. Ő... Bean, a katasztrófa film hát, például. Meg think, ugye a gyilkos számok című sorozatban ja, ő el... a... alakítja a professzort Egyik matematikus a... perce. Igen, igen, a igen. Ott azért egy kicsit. És ha, ha már végül. magyar vonatkozás, azért jegyezzük meg azt, hogy az első rész Kovács László fényképezte. Na, ez nagyon örülök, hogy ezt a Sumérvilt, ezt megmagyaráztad nekem. Mert ugye magyarosan láttam, kell hogy... és minden meg, megvilágosul. Urbán, Urbán Ur 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 Karcsi. <síthat> Igen. Ugye a végén van a nagy összecsapás, és végül ugye aktiválódnak a, a szerep nélküli Stranger Things-es báty segítségével aktiválódnak a csapdák a farmon, és beszippantják egyrészt az összes kiszabadult lelket, és még Gózert is, illetve a két kutyát, mert ugye tulajdonképpen az a lényeg, az a két kutya ottan összefekszik, megnyílik a kapu, és akkor hirtelen kiszabadul Gózer, és, ugye ja, és ugye ott megjelenik, igom, és segít nekik, ami egyébként egy tényleg csodálatosan megcsinált jelenet, viszont hogy, hogy őt nem szívták be? a csapdák, hiszen ő is szellem. Ő jó szellem. Uh -huh. Tehát akkor a szellemírtók világában tulajdonképpen mi nem nagyon ismerjük, mi nézők azt azt a mélységét ennek az egésznek, ami mondjuk esetleg kifejthetné azt, hogy igen, vannak a jó szellemek, akik a, a dolguk végeztével mennybe bekerülnek, vagy ott elpárolognak, mint ahogy Igon is ott a lányával való ölelkezés közben, és vannak a rossz és gonosz szellemek, a démonok, ha úgy tetszik, akik megvadásznak a szellemírtók, és így mindenféle alakban képesek megjelenni, nem, nem humánus lények, hanem tulajdonképpen ilyen inhumánus jelenések. Ezek szerint akkor ezt így kell értelmezni? igen, igen. Valószínűleg így, mert most a jó szellemeket miért gyűjtenék be a szellemírtók? Vagy a, vagy a szellemírtók nem tesznek különbséget, hanem mindenkit begyűjtenek, aki szellem. Ha, ha bosszantja az embereket, ha, ha nem. Ugye a szellemírtókban a szellemek azok csak ilyen olyan, mintha csak uh, ilyen szezonálisan jelennének meg. Tehát nem az van, hogy állandóan vannak szellemek, és pont ez a problémájuk, hogy, hogy amikor meg a második résznél, hogy, hogy amikor meg nincsenek szellemek, akkor nekik nincs munkájuk. De ezek szerint uh, inkább csak a gonosz szellemek azok, akik. Meg ugye lehet, hogy a jó szellemek nem is mindig jelennek meg. Meg hát ugye azok nem kísértik az embereket. Nem, és igen. itt ugye kísértettek. A lényeg az Lehet, egészben. hogy igen, így magyarban milyen jól szét lehet választani, kísértet, meg szellem. Lehet, hogy ők inkább írtók, mint szellemírtók. Ö, igen, ezt a logikát, ezt én sem értem, hogy itt van-e valami kasztja, vagy osztályozása szellemeknek. Nyilván ez biztosan a nagykönyvben meg van írva. A film ettől. Tehát ezektől függetlenül tehát, tehát, tehát pont a karakterek miatt ö, működik. Tehát, hogy egyszerűs mint szolgál egy ilyen rebootként, másként egy, egy méltó folytatásként. Tehát tényleg a, azekkel a megható jelentekkel szerintem méltón ö, tudtak ennyi idő után tényleg a mind a, a, a színésznek, de a színészeknek is én azt mondom. Mert ők is most úgymond ö, sokkal méltóbban tértek vissza. Ugy, ugyanakkor például Lász, például a Star, Star Wars hetedik része, a idézőjelben öreg színészek nem foglaltak el annyi képernyőidőt, hogy azt mondtuk volna, hogy erre épít rá a film, hogy előszedtük a régi színészket, és akkor mindenki bejön, hanem mertek olyan irányba lépni, ha majd egy, egy ilyen young adult irányban mennek el, hogy igen, majd a, a Fibé vagy mások lesznek a következő nemzedék, amit azért itt megpendítenek. Bár ha már karakterekről van szó, nekem a végén ugye egy stáblist utáni jelenet van arról, ahol tényleg igont látjuk ugye ezzel az érmével, is, ö, ott elhangzik, hogy igon volt az ész, ré a szív, és ö, nem is tudom, Peterről mit mondanak, hogy ő volt a nagy laza, vagy ja, meg Winstonnak a szexepéért, tehát gyakorlatilag ez, ezt így, ö, így ö, hogy mennyire jól össze volt rakva, és az új filmben még nincs ilyen tím, amelyik fölállt volna, és szó szerint átvette volna a stafétabotot. Tehát az örökség itt még nagyon Lasszám, tehát úgymond ő, tényleg szó szerint örökség vagy áthagyományozása ugye a fibékre. Egyébként igazad lehet, mert elkerülhetetlen, hogy nyilván egy új teamnek kell fölállnia. Nektek mi volt az abszolút best jelenet? Akár filmenként, akár egy darab a három film közül, akár az utolsóból. De ezeket kérdezel? Ú, egy jelentet kell kivenni? Hát sok van... Egyébként pont most, ha már jelenet gondolkodtam ezen, hogy hogy feltetted a kérdést, hogy ma működnének ezek a filmek, például én nem hiszem el, hogy egy mai filmbe be lehetne rakni azt a jelenetet, amikor a szabadságszobor elindul, és megmenti New Yorkot, tehát ez ma, hihetetlen, nem, biztos, hogy nem mernék beletenni ezt így. Plusz ott van egy logikai bookfens, mert ugye a Szabadságsziget, a Liberty island egy ilyen nagyon magas talapzaton áll, és ugye ezt mi nem látjuk a filmen, hogy, hogy a második részen, hogy hogy jön le onnan, és az sem érthető teljesen. Jó, igazából tudom, hogy miért nem volt siker a második rész, mert igazából egy ilyen hangulatnyáka, hát röhely. Hát, és egyébként is átsétáltak ott a vizen, és egyáltalán nem kopott le a Ja, akkor egy Nintendo konzol alatt irányították a szabadság szobrot, miközben a, nem Jú, tudom, a Higher című szám szólt. Tehát jó, voltak benne butaságok, rendben, most már én is látom, összetörtétek nekem ezt a filmet! Nem. <laughs> Egyébként én jártam a szabadság szobor, mert <laughs> az És te is odáig mentél, hogy Irányítani Ott tudtad? voltam, igen, ahol irányították, igen. És küldtél, küldtél egy zenét a Szabadságsziget lakóinak? Igen, persze. Szilveszterkor. Egyébként érdekes, hogy évvel ez nagyon szilveszteri filmnek tartjuk, szerintem kb. minden a szilveszter volt. környékén. Igen, is akkor volt, de mindenképpen karácsonyi hangulat. Az meg még rátesz, ugye, bár nyilván látszik, hogy nem akkor forgatták, hogy az összes karácsonyi filmet azt... Mindenképpen valamikor máskor forgatják, és akkor. De szerencsére itt ilyen, ilyen ez a szívmelengető, tehát ez a, a, a kaland, ami elvisz, elvisz, téged, és együtt izgulsz a, a szereplőket, de bocsánat, most magnitul elvettem, hogy a kedvenc jelenteket baj, Még nekem ugye azon gondolkoztam, hogy ez a, az új filmben, ugye poradot említettet, hogy esetleg ő a, a a Louis-nak a tojás. figurája. Ja, igen, igen. Bár, igen. bár Janin például megjelenik egyébként, tehát ő is azért nagyon kellemes viszont látni őt is. Hát ő, tehát már ikonikus, pedig hát ő egy titkárnőt játszott, és ugye tehát mennyire menő már mondjuk a másik filmben. Tehát van karakter, Nekem most így eszembe, hogy a második részben vannak, igen, abban vannak, amikor a Titanic befut meg ilyenek, amikor így elszaporodnak a szellemek, és nagyon vicces jeleneteket csináltak velük nekem az tetszik. A titanikus az kifejezetten tetszett. Az benne volt a, az ilyen ajánlóba is, még amikor, emlékszem, amikor még a... Hát nem megyünk innen tovább addig, hát a ajánló, hát ne hogy Magdi, hát csak az egész műsort ezért csináltuk, mert hogy Magdi, hát van szerencsénk, hogy hiszen ez már nem felelhető sehol, de Magdi tudja. Hát Magdi, kérlek, prezentált, nem megyünk tovább addig. Igen, ez érdekes, hogy egyébként senki nem emlékszik, én, én, nekem meg valamiért, szerintem olyan sokat láttam a tévébe, hogy így megjegyeztem, és én úgy emlékszem, hogy azért is maradt így meg, mert én valamelyik iskolai füzetem elejére ezt fölírtam annak idején, mert ne tetszett, <laughs> és ezért megjegyeztem. Meg ugye én szerettem az első részt is, és nagyon vártam, hogy megnézhessem a másodikat. Hát igen, szóval... <laughs> szóval most egy kicsit reppelni fogok, ami debütálás, mert sohasem nyilvánosan nem csináltam. De ez, volt, ez volt a TV a szövege, hogy visszatértek a szellemítók, hiába tiltották a bírók, menekül a tömeg, mert árad a nyálka, a szellem vasútnak zöld a lámpa, befut a mozibás az ember csak bámul, január 18-ától. Úgyhogy még ezt is tudjuk, hogy január 18-án mutatták. Második rész egy gyönyörű, és a másik? A másik az ilyen sejtelmesebb volt, és hogy annak az volt a szövege, hogy Bajban van a város, mert lakói rosszak, a bajós esetek egyre szaporodnak. De kilábal a bajból, mert a banda újra vállal, szellemírtás, garanciával. Csak meg, megtapsolunk, megtapsolunk, meg, csodálatos. Ha bármilyen hallgató ezt egyébként bárhonnan fel tudja lelni, én nagyon örülnék neki, mert most úgy tűnik, mintha csak én emlékeznék rá az egész országban, hogy volt ilyen. Igen, majd a Parallaxisban jövőre lesz olyan epizódunk, amikor az ilyen sosem volt, csak az ilyen elme által gyártott <laughs> dolgokról beszélgetünk, Magni, majd akkor mindenképpen. Tulajdonképpen, is... hogy ezt az én nem gyártott, én büszke vagyok rá, nekem így is tetszik. <laughs> De nagyon jó, és, és amúgy meg reális, nem arról van szó, mint mondjuk a Star Wars bemutatója előtt írtak a magyar újságok a csillagok háborújáról, és akkor a gonosz robot, nem tudom, meggyilkolja, tehát hogy egy ilyen teljes Teljesen, ne, igen, tehát hogy nem tudták, hogy miről van szó. Ja, de csak itt mondjuk... már az ugye második rész, tehát azért itt már volt fogalom arról. Uh, Dave? Hát rengeteg lehet, főleg ahol a csapat, a srácok ugye együtt dolgoznak, éppen rájönnek valamire, vagy éppen ami nagy találkozás van szellemekkel, tehát a könyvtáros jelent, a hotel, a bíróság. Tehát tényleg, tényleg én is gyerekként láttam a második részt, biztos, hogy moziban, és első részen nem emlékszem, hogy azt moziban láttam, mert a másik részben tényleg, hogy a tárgyaló termélyen lett a főpatanó székek, tehát azért az, ember azért be, rendesen be volt ö, ijedve. Vagy például nyálka, ugye ezek az érzelmek, hogy a srácok összeverekednek, vagy rájönnek ott a pirítóval például, vagy mutatják, hogy hogyan, tehát ugye az egésznek a kulcsa a végül és a megoldása, hogy, hogy ugye a pozitív szemlélet, és tényleg ez a, tehát ebbe, ebbe szívesen hiszünk. tényleg. Ezek, ezek a jelenetek, amik megmutatják, hogy technológiai úton, meg ugyanakkor ilyen megközelítéssel, ezek a lelki vagy emocionális megközelítéssel működik. És a harmadik film ezt, ezt jól átvette például a harmadik filmnek a karakterei között. Ugyanúgy megvannak ezek a. ott van az a kis rác, a podcast. Ugye, mint podcasterek azért lehet, hogy Magyarországon. Csodálkoztam, hogy nem nevezték át, gondolván, hogy Magyarországon még annyira. Azért már hálásnak sokan hallgatnak podcastot, de. Tehát ő megtestetett azt a kicsit tech hozzáállást, talán a kicsit a tankmen, hát mondjuk, mondjuk, Fibi uh, egyszerre volt ugye a kívülálló, meg a, a saját világában létező, de ugyanakkor elég jól kirángatták ebből, tehát nem lett tényleg Young Sheldon. Nem is ezt akarták teljesen rátenni, ő, tehát tényleg a, a, az igonnak a, az unokája. Az a pillanat, amikor először használja a sugárvetőt. Nem tudom, tehát lehet látni, hogy a színésznő, a vagy ugye a a, a, a ezt részt, ez mennyire élvezi, vagy mennyire menő már, hogy először lő vele ott, a, tehát ott valami gyárudvarban ö, ö, vannak. És ugye a fiúknál, amikor először bekapcsolják tényleg ezeket a protonfegyvereket, amik ugye jó, nehéz ilyen HT-pak formájában vannak, ott is tulajdonképpen ez a lelke, gyerek lelkesedés. Tehát ezek nagy gyerekek ezek a szellemírtók. Tehát akik egyrészt, hogy hisznek ebben a dologban, meg másrészt ugye, tehát ebből próbálnak megélni. Szóval ezt, ezt ezzel, a nézővel, ezzel, ezzel, a néző szerintem nagyon tud azonosulni, amellett, hogy tényleg megható, amit, ami, ott a srácok ugye találkoznak. Tehát már az is egy ilyen, ilyen reunión. tehát amikor nem tudom, egy osztály vagy, de tudod, hogy azt a korszakot már nem hozod vissza. Tehát nem lehet folytatni. Ezt már nem, mint hogy egyébként a másik rész, azért ez elég keményen kezdődik, hogy mindenki szétszélet vége a szellemírtóknak, tudod, mint én érettségi után kész, szétment az osztály, te hol vagy, mit csinálsz, céget alapítottam, megnősültem, nem volt sikerem se a nőknél, se a vállal. Tehát gyakorlatilag ezt látjuk, hogy ott van ugye a boltban próbálnak megélni a, a, a srácok, és például nekem kedvenc jelenet az is, amit a Winstonnal hoznak be, amikor ott ugye ott morfondíroznak a kocsiban, hogy te, 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 te hiszel Istenben, meg hogy jelenések könyvet, figyeld már, valósul, és hogy belegondolsz, hogy azért ott tényleg belegondolsz, hogy Isten, valami ilyesmi lesz tényleg, ha, ha, ezek a dolgok bejönnek. Ha halottak kikelnek a sírjukból, ugye, de azt egyébként szépen föloldják azzal, hogy mire, mikor kintre vált már a kamera, látjuk ott az Ecto egyet elhaladni, és addigra már az egy kicsit nappal van, és a zene is egy ilyen ritmikusabb, gyorsabb zene bejön. Ez, ez nagyon jól játszik egyébként az eredeti film, hogy nem hagyja, hogy ilyen nagyon mélyen legyél a, a, szellemvilágban, hanem, hanem egy inkább azt akarja, hogy rálássál, és ne úgy ne ragadjon magával, hogy vigyátékként tudjon működni. Azt akartam mondani, hogy egyébként meg én nagyon szeretem a Stépef a és ugye vettem egy ilyen pólót is, és egyébként, tehát hogy az olyan Magdi, nekem... Magdi oldalán majd meg lehet tekinteni. <laughs> <a szépenként. gül> De hogy hogy azért is hoztam fel, mert egyébként pont nemrég olvastam erről a színészről, aki játszott a szép csak emberként, mert őt is játszotta valaki, és vannak róla ilyen felvételek, ahol ugye leveszi ezt a maszkot, vagy mi, tehát ezt a fejrészt, meg nem tudom, és hogy utána találtam róla olyan képeket, hogy különböző ilyen komikkonokra meg mindenhova jár, és, és még a mai napig ezzel ír, azokat írja alá, azokat a képeket, ahol szépen ahol sok emberke volt. Tehát, hogy valaki ezzel, érted, nem tudom, hány perces a jelenete, és nem is látszik benne, de ő még mindig járja a komikonokat, és aláírja a fényképet, hogy ő a szépát kapcsók ember. Egyrészt ezt akartam, másik az, hogy októberben voltam Gentben egy komikkonon, és, és hogy hihetetlen sokan voltak írtoknak költözve, Én meg is lepődtem, hogy, hogy, mekkora ilyen hullám van most. És valószínűleg ez a film, tehát hogy a folytatás is generálta, de hogy, nagyon sok volt. Tehát, hogyha azt mondanám, hogy, hogy így összeszámolnám, hogy melyik koszpéből volt a legtöbb, talán a szellemítókból volt a legtöbb. Én mindig gondolkodok a mondokonok előtt, hogy minek öltözhessek, mert ugye a testalkatomból adódóan sem tudom, hogy minek Hát tépav hat tapcsók emberkének fogok beöltözni következő téli mondokonon. Hát ennyire jó. Hát köszönöm szépen Magdi. Úgyhogy ha mondokonon jártok legközelebbi tél, télen, akkor mindenképpen, ha látok ezt szép a turat, az én vagyok. Egyébként ez gyerekkoromban nem nagyon értettem, mert azért, és akkor itt még egy pár szóba tér térjünk ki a fordításra, ugye Venkman úr, meg, meg Stay Puft úr, ez ugye egyben mondták, hogy hát gyerekként ez Staypaft úr, azt hiszem, hogy ez, ez, egy szó, ez a neve, tehát, hogy Staypaft habcsók ember, egész felnőtt voltam már, amire rájöttem, ugye, mint a Summerville, tehát, hogy így nem látom leírva, akkor, akkor, akkor nem gondoltam, hogy hogy mi, milyen ez. Szóval a szinkron kapcsán, hát ugye az eredeti szinkron az bár variálnak a magyar hangokkal a, a, az egyik részben a Dörner György, a Harold Winston. Remis és a, a Gáti Oszkár Örni a másik részben fordítva, a Kerekes József is azt jól emlékszem, csak az első részben a hangja a Denekroidnak, szóval van és a Dénának ugye Fehér Anna Szomszédok Almája, ugye a második részben a magyar hangja, az első részben meg tök más, tehát hogy és a harmadik részben a Mensátor Magdolna, aki a, az úgymond állandó hangja, vagy legalábbis az Alien filmekből a, az állandó hangja Szigörnyi Weavernek, szóval hát, hogy a, a Denekroidnak ugye a Kerekes József az ilyen, az is annyira tipikus, tehát nem is, nem is, tudom, hogy biztos volt, amikor más szinkronizáltad, de nekem ő... én Kerekes József vezeti Denekrod magyar hangjainak listáját 18 hangsával, csújaimra a másik 10 hangsával, Koroknai Géza 9 hangsáv, és Koroknai Géza, hát ővel nektek volt a Pararádióban egy fantasztikus, nagyon emlékeztes riport, és még Szersény Gyula bácsi is volt Denekrod hangja, ha most itt hozzátehetem, érdekes. Igen, vannak ilyen hangok, akik úgy, úgy, összefonódnak, meg nyilván el van találva a karakterhez, hogy egyszerűen ha volt is esetleg más szinkronja, azért, hogyha neki ki a magyar hangja, hát ő. Tehát, hogy így nem tudom, én nem is jutna eszembe, hogy más szinkronnal bármikor is hallottam. Szóval, amikor a szellemírtók mozifilm ment, akkor én nagyon kicsi gyerek voltam még, és kitaláltam azt, hogy varrok szellemeket, úgyhogy lepedőt vágtam szét, és, és ilyen, ilyen, ilyen pici kis szellemeket csináltam, ilyen, ilyen kézbefogható kicsi szellemeket, és kitömtem vattával, és így kivágtam így a szellemformát, és akkor kitömtem vattával, és akkor szemet meg, meg szájat rajzoltam olyat, mint a logóban van tehát olyasmi karaktert próbáltam, és megvartam egyet, és aztán az osztálytársaim meglettek, hogy és mindegyiknek kellett, úgyhogy én járkáltam a kis készletemmel és állandóan gyártottam a kis szellemeket, úgyhogy... De nincs, sajnos azt szerintem egy darab sincs már meg belőle, és ott hogy hogy a lepedők sorra fogynak el a fekrényekből, és akkor... De ezt szívesen veszünk egy replikát, tehát, hogy... Igen. felelevenítenéd, akkor elkezdhetünk kereskedelmi tevékenységet itt folytatni Ja, én nem tudom, ilyen, ilyen merchandise-okat csináltam már akkor, amikor nem is volt ilyen egy merchandise. de nem lehetett kapni ilyesmit, tehát nem voltak ilyen szellemírtó merchandise-ok, -ok, vagy ilyesmi, nem. Úgyhogy én kitaláltam és gyártottam. De én csak olyan dikba adtam, én nem, nem üzleteltem vele. Persze, Magdi nagyon fiatal, de én nagyon-nagyon fiatal voltam én... a szellemírtók idejében, és én mindig volt egy ilyen dobozom, ami ilyen hosszúkás doboz volt, leakasztottam valamit, azt így a hátamra vettem, volt valami ilyen ugye a vége a pisztoly része és emlékszem, hogy volt egy uh, ilyen játékharmonikám, és az volt a csapda, az dobálta állandóan be megállás nélkül az udvarunkon szellemírtókosat játszottam igazából a Star Trek, meg a szellemírtók a két olyan franchise, vagy két olyan film, ami meghatározta az én gyerekkoromat, úgyhogy hát ezért, ezért beszélgetünk most igazából erről, mert én vagyok itt az erőszakos, hogy beszélgessünk erről, úgyhogy igen, igen. No, hát műsorunk végén nem maradt más hátra, mint hogy arra kérjelek titeket, hogy amennyiben módotokban áll, fizessetek elő Patreon oldalunkon keresztül, illetve hogy elmondjam, hogy most kivételesen január 19-én érkezik az új Vágyszem epizód, amiben a harmadik típusú találkozások című 1977-es moziról beszélget majd a tervek szerint Miklós Dév és Géza. a Magdi Faragó Dév és valamennyi munkatársam nevében köszönöm a megtisztelő figyelmet, további kellemes podcast hallgatást kívánok, és ne felejtjétek, ez a formátum annyira tökéletes, hogy kép sem kell hozzá. Kellemes ünnepeket és boldog új évet kívánunk. Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu-t, lájkold like a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a szokolébresztőt a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságíró Klubja és a Tudományos Ismeretterjesztő Terjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész.